Broken us into.
Csodálatosan szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Hello! Szép reggelt kívánok én is. Szervusztok, megilletődtem. Nem szóltam. Nem. Én nekem nincs ilyen bemelegítő zeném. De majd lehet, hogy én is csinálok egy trailert. Jaj, mi történt? Hello! Eltűntél? Oh, segítség, anyu! Ah, ne megeszi. Hol vagyok? Júj! Segítség. Discord? De egy stúdió módba rakom. Na! Most vagy? Álljál, csak így én késve látom. De igen, elméletileg. Kiléptem a stúdió módból, és azt mondta, hogy... No! Nem. Engem ne rakják ki stúdió módból. Ez nem az. Oké. Okay. Szép öre. Jó reggelt, Horus Didion, sziasztok! Jó, működik. Na. Jó. Még mindig itt vagy. Mindenkinek. Jó, kezdődik a reggel. Jaj. Halló, hogy aludtál, Alex? Köszönöm kellemesen egyébként, csak mostanában tényleg úgy kelek, mint akit agyonvertek. Szerintem nem vagyok hozzászokva a koránkeléshez. Hát 8 óra. De nem tudom, zágy, ez nem tudom, már minden. Nagyon el kell költözni, ezt kell mondjam. De ja, na nehézkes. Pedig 7 órának elég kéne lennie. Sajnálom, hát én engem hagytak aludni, csak én késig voltam fenn, mert számítoztam. Elövöldöztem, sajnálom! Igen, most már Kim az Rainbow Six streamer lesz, nagyon fontos. Tehát bebizonyosodott. De olyanokat lőttem, amikor ketékkel játszottam, te. Jó voltál? Nagyon jó. Kezdek. Mármint, hogy nyilván az, hogy nagyon jó, magamhoz képest. Tök király, mert kezdek tanulni. Na, és teljesen jó. És jobb vagyok attól, amilyen szar lehetnék. Mindig lehet szarabb, ez nagyon fontos. Miért de számítoztál ki, mondja Leitner, miközben belelőttük le a ellenséget, illetve pont akkor néztem be, amikor random lőttél egyet, így nézed az ablakot. Jaj! Igen. Elolvastam azért, és így vissza akartam menni. És így, véletlen volt, bocs. Nem, mindig elfelejtem, hogy nem úgy kell, mert hogy ablakban van nekem megnyitva, nem full screenre van kitéve az R6, azért mert akkor úgy jobban ki tudom tenni OBS-re. Meg ki tudok belőle kattintani, sokkal könnyebben meg ilyenek. És amikor kikattintok belőle, akkor amikor visszakattintok, akkor mindig elfelejtem, hogy nem a bal klikkel kéne visszakattintani, mert akkor már lövök. Uh-huh. Yeah. És hanem jobb klikkel, mert azzal csak fókusz. Ez ugyanaz, mint amikor mi visszakattintunk a GTA-ba, és akkor basszuk pofán a másikat véletlenül. Igen. Volt olyan is, hogy valaki ledöfött valakit. Ja, közben nem köszöntem itt az embereknek. Szia, Leitner, Javkazon. Itt a Marcus Jézusom! Oh my god! Mami! Üdvözlöm benneteket! Alex, itt ültem. Szia, Zsola, Gábor, Hórus, Sirion. Hali, srácok. Hogy aludtatok? Milyen reggel napotok volt eddig? Ez egy órában. Hát én nagyon, hát igen, egy későig, kettő, hogy annyira jó mostanában úgy takarózom, hogy a puha kis pokrócom van legalul, és ilyen tök jó puha megmeleg, és így annyira rossz reggel kikelni így az ágyból, mert így pont így be tudnál kuckózni, meg oda bújsz valakihez, vagy a macithoz, vagy a párodhoz, vagy bármi. Tudom, miből rohadt néz kikelni? A nehéz takarókból. A nehéz takarók annyira jó, igen. Visszaprésel az ágyba. Igen, egyébként ennek van ilyen izéje, ennek van ilyen biológiai, meg pszichológiai magyarázata is, hogy ugye azt érzed, meg tudom fizikai, hogy ugye ez a direkt csinálnak ilyen takarókat, hogy nehezéket tesznek bele. Nyilván nem olyan nagyon, nem ilyen 2 kilós izéket raknak fel, hogy elnyomja. De hogy azt érzed, hogy egy kicsit így rád
Tényleg, és hogyha úgy takarózol be, akkor olyan, mint hogyha nem tudom, valaki átölelne, de hogy így, uh-huh. de hogy így van valami ennek ilyen pszichológiai háttere, és az amúgy szerintem tök király. Igen, a haveromnak volt egy nagyon durva takarója, ezt egyszer ott aludtam nála, azt 14 órát aludtam benne. Így nem akartam kikelni. Ki akarom van kimászni. Hát ráadásul úgy érzed azt, hogy átölelnek. Meg, hogy így érzi, úgyhogy nincs is ott senki, és nem kell a másikhoz alkalmazkodnod. Tudom, ez most ilyen izé, mindenki ezt írja, de hát ott a Peti, meg szeretitek egy... Én imádom a Petit, ő is imád engem, külön takaróval de. Takarózunk, mert egyszerűen nem vagyunk képesek elviselni a másikat így úgy közel lenni, hogy így... Kompatibilitás olyankor nincsen meg. Igen, nem, mi teljesen jó, mi összebújunk, mielőtt elaludnánk, de aztán egyszer csak eljön az a pillanat, amikor valamelyikünk már tényleg elkezd elaludni, akkor megfordul. És mi háttal alszunk egymásnak. Úristen, háttal alszunk egymásnak, hát és még mindig úgy... együtt vagyunk. Mert azt mondják, úgy hogy... Úgy kényelmes. Tudom, hogy kimondta azt, hogy háttal alszunk egymásnak, de hát az... De hát az... Akkor biztos, hogy valami nem jó a kapcsolatotokban. Mondom, igen, tudod, hogy mi nem jó. Az, amikor összebújunk és egymásra izzadunk, mint állat, és én ezt nem bírom. Azzal nem jó. Sülkedtek fel, mint az a szendvicset csomagoltak volna. Ja, nem, mi megbeszéltük, és én annyira örülök neki, mert előtte meg voltak barátaim, ezek, jaj, de hát mi az, hogy külön takaró? Bújunk össze a takaró alatt, meg így, Én nekem nagyon fontos, hogy én úgy beszélek erről, hogy nekem az egyik ilyen top szeretett nyelvem, mert ugye van ez az 5 szeretett nyelv, az egyébként az érintés. Tehát, hogy én nagyon szeretek fogdosni. Bújós vagy. Igen, nagyon bújós vagyok, meg én nagyon szeretem, hogyha simogatnak, meg ilyenek, és így azért nem tudom, hogy ez így honnan, meg mi. De érted, hogyha elmegyek aludni, akkor Petivel így hátat fordítunk egymásnak, és kb. Így összetesszük a hátunkat, azt csókolom, és az mindkettőnknek tökre elég, vagy van nekünk. Nem is úgy szoktuk, az elején nyilván, amikor befekszetek az ágyba, akkor még bújtok, aztán meg jaj, most már nem kényelmes, azt ez kell, hogy 5 perc alatt már fordulok én is erre. Ja, úgyhogy... úgyhogy így nem tudom. Én... Hát a alvás azt jelenti, hogy feltétel nélkül megbíztok egymásban. Mi is hát alszunk párommal? Amúgy ez igaz. Szegény Petinek ilyen izéje volt, képzeljétek, amikor összejöttünk. Kiteregettem azt ennyi. Petinek ilyen kis PTSD-je volt. Fenék touch bőven elég, 15 év után meghagyja. Ennek örülök. Fenék touch. Ezt tetszik. Ja, akkor összejöttünk a Petivel, akkor és együtt aludtunk. Valamilyen izé. Mondta, hogy hát amúgy engem zavarna az, hogyha én hátat fordítanék. Hogyha ő hátat fordítana nekem, én úgy nézek rá, mondom, nem egyáltalán zavarna. Miért? Hát akkor jó, mondtam, hogy az a lényeg, hogy te jól aludjál most, érted, hogyha itt alszok nálad, és te nem alszol jól, akkor már megint hol tartunk, sehol. Mondta, hogy hát azért, mert hogy az előző barátnője, az kiakadt ezen, hogy hátat fordított neki, mert hogy biztos nem is szereti meg ilyenek. És azért fordít neki hátat. Szóval királytad, hogy ott vagy. Az már rég alszik, te még mindig nem bírsz, mert egyszerűen rohadt kényelmetlen. Igen, tudod, és így nézed, hogy a másiknak már folyik ki a szájából a nyála, meg minden, te meg így lerohad a hátam, de akkor se fordulok meg, mert... Én meg úgy alszok, ugye, hogy én nem bírok úgy odabújni, hogy a kezem az itt van. Tehát nekem én mindig így alszok. A kezem. Superman pozícióba szielítem. Igen, mert nem tudok úgy aludni, hogy ott a nyomorék kezem, ott a fogyatékos kéznek hívom olyankor, de egyszer nem kényelmes, és mindig úgy alszok, hogy a kezem már megszoktam. Én így szoktam aludni, tehát én direkt így izé a kezemet a... De csak tudod, így jobban át tudok ölelni, tudod. Ja, de hogy én úgy szoktam odabújni a Petihez, mert... Nagyon sokszor ő már így pozícióba helyezi magát, hogy hátat fordít nekem, de ilyenkor
csomószor meglepem, hogy én vagyok a nagy kifli, és tudom, srácok, hogy szeretitek, hogyha ti vagytok a kis kifli, tudom, ez hiába tagadjátok, de ti ezt nagyon szeretitek. Egyszerűen kényelmesebb. És akkor oda megyek hozzá, és én amúgy, én tényleg úgy, hogy fogom, mert nekem kell kispárna. Kispárnával beteszem, és akkor általánom Petit, és én nekem amúgy ez tök kényelmes. Milyen rossz, hogy mindig a lányos dolgok a kényelmesebbek, a finomabbak, tehát ez ilyen... lányos koktélok a finomabbak, a... Mi az, hogy lányos koktél? A lányos ruhák a kényelmesebbek, nagyon nem mindig. Nem. Olyan kényelmes. Nem tudhatod. Hát nem tudom nekem. Neked lehet, hogy nem. Rendszeresen értelmetlen pózba kelek fel arra, hogy zsibbad a kezem. Szia, Joki! Meg mindig nem csináltam meg a droppot. Úristen, ezt mindjárt felírom magam, és ide kihelyezem. Én egyszer úgy aludtam el kanapén délután, hogy így volt a kezem. És úgy keltem fel, hogy nem éreztem az egész kezemet. És így mondom, hé, baj van? Az igen. Azt így vettem előre, hogy fogtam. Előre csapódott, mint egy darab szar. De nagyon durva volt, és nem éreztem még olyat. Teljesen nem éreztem a kezemet. Lányos ruhák kényelmesebbek, mondta Alex, hogy 17 centis magas sarkóban. Ki kell? Tudsz benne járni? Igen. Meg amúgy is most azért van rajta, mert legközelebb, hogyha felhúzza, mert ez egy új magas sarkú, és ki kell törni. Ki kell törni. Zoknit kell felhúzni, és úgy kell felhúzni a magas sarkút. Elég durva, hogy gyártanak 46-os magas sarkút. Amúgy szerintem tuti gyártanak. Hát nem hiszem. Hát van egy csomó Max drag... rendelés. Hát igen, van egy csomó drag queen, akik ugye ebből élnek ez a műsor, és ott azért elég extra. Bár lehet, hogy ezt tényleg rendelésre csinálják. Biztosan, mert szerintem alapjáraton, tehát lányból nincs 45-46-os lábú ember. Nem hiszem. Tehát az elég hülyén néz neki. A lányok, nem tudom. A magas lányoknak nagy a lábuk. Én nagyon magas lánynak nem néztem még lábát. Nem ismerek magas lányt. Én csak láttam. Tehát közelről én sem ismerek magas lányt. Mármint, hogy ilyen tudod, ilyen nagyon magas. Hát nem tudom, 190-est. Azt mondom, hogy nem tudom. Nem tudom. Exemnek 44-es lába volt. 44-es. Neki csináltad? Vagy lehetett kapni lánynak 44-eset? Már az is elég nagy. Szerintem lehet kapni. Amúgy. Az nézzem. Biztos, hogy férfibe, amit max, amit lehet interneten kapni. Nézzünk egy ilyen Deichmann-t, vagy ilyen, tudod, ilyen... Szia, Katsu, pillanat. Férfiban az a 47-48 a maximum, amit lehet kapni. De 49-eset én már nem láttam alapjáraton. Lehet kapni, de kb. Soha sincs kész. Nem is csoda. Hát nyilván szerintem ez a nagyon kevés ember, akinek akkora lába van. Ez volt az a műsor, hogy a csávónak akkora lába volt, hogy két zoknit kellett összevordi. Jézusom. Ilyen baszott nagy lába volt. Szerusz Blézius, hali. Jó reggel. Visszajelzek, mert az egyik haverommal együtt mentünk még múltkor Pfizer pénteken oltatni, és most megint együtt megyünk. Vissza kell neki. Jó. Tudok no copyright-os zenét hallgatni. Vagy copyright-osan. Yeah. Justin Timberlake megy a filmben. Justin Timberlake. Best. Én a ízléseket nézem, én a Epidemic Sound-osokat hallgatom, és én nagyon szeretem Rhymes-os hír. Amúgy nagyon jó zolna. Itt nagyon, nagyon, nagyon brutál jó zenék vannak rajta. És ugye fenn vannak Spotin is. Az eme. Igen. Szerintem eddig mindegyik fenn volt, amit kerestem. Igen, igen. Mondtam. Kikeresem Epidemiken, aztán megnézem Spotin. Ja. Csak az a baj, hogy ez amúgy befolyásolni fogja. És én nekem ez egy nagyon fontos esemény az életemben. Minden évben a legtöbbet hallgatott, tudjátok, az ilyen spoti összefoglalás, hogy mit hallgattál legtöbbet, meg minden, és tavaly is elvitte a Harris Heller. De valamit előadó volt, vagy a szám? Előadó. Legtöbbet hallgatott előadó. Aha. És ez nem mutat valós képet, mert az, tehát, hogy értek. Na mindegy.
És most így... Bár mondjuk én ezeket szeretem, amik vannak Epidemikán, mert azok nem ilyen... Na, Deichmann. Hát rákattintottam a hirdetésre, legyen rajtuk kattintás. Örüljenek. Női. Mit, miért nézzünk? Női... Magas sarkút beszéltünk? Kényelmi szandál. What does that mean? Kényelmi szandál. Jó hangzik. Van kingékened is, akkor miért ne? Igen. Igen. Jó, szandál. Én nem írják ki, hogy magas sarkú. Ilyen, magas sarkú szandál. Ez nem amúgy kényelmes a magas sarkú? Te hordasz magas sarkút, gondolom néha. Attól függ melyik. Mert a lábad. A tűsarkúba sokkal nehézebb megtartanod magad. Hát attól függ, tényleg, tehát igen, a teli talpú magas sarkuk egyébként, vagy hát ilyen szandálok, azok nagyon OP dolgok. Meg a platformos is jó, abba ugye az azért jó, mert akkor magasabb vagy, de ahhoz kell egy jó sarok is, aminek a sarka az egy kicsit ilyen vastagabb, tehát hogy nagyobb. Sarok felületének mérete plusz magasság. Ja, hát meg attól is függ, hogy igen, milyen magas. Én nagyon sok magas sarkút hordtam. Még gimiben, meg egyetem elején, de aztán meghíztam. Hazudtál? És már nem bírja el a lábam ezeket a kilókat a magas sarkúban, mint ahogy bírta akkor, amikor 48 kiló voltam. Szóval azért, az not the same, és egyébként, hogyha valószínűleg, hogyha újból magas sarkúba kéne járkálnom, akkor először valami teli talpú magas sarkút nyomatnék, és akkor egyre jobban beleszokok. Na, mert én magas sarkúba jártam, iskolába srácok, volt olyan. Úgyhogy én nekem egy fél órás séta volt be. Az iskoláink. De miért hordtad? Kényelmes volt, amilyen jól nézték ki benne. Is. Én szerettem magas sarkúba lenni, meg nekem kényelmes is volt. Vagy... Én láttam úgy, hogy anyukát úgy vitte a gyerekét, hogy tűsarkúba volt. Ja, nem hiszitek el, de amúgy, hogyha bele vagy szokva, akkor így lehet benne. Hát jó, de gyorsabban akkor sietni nem tudsz vele? Sietsz, azt ott van magas sarkús futás. Futóverseny. Jó, de nem arra tervezték. De mondjuk az kevés, ez úgy extrém sport. Hát kitörik a bokád, azt hello. Persze, az nagyon veszélyes egyébként. Meg tényleg ott egy kavics, hogy bármi legyen, sietsz, nem figyelsz annyira, félrelépsz, vége van. Szóval a boka eltörik, az meg nem is gyógyul olyan könnyen. Az izületek. Szóval, az egy fuck. Ez olyan, mint a WC-i csésze hajító verseny. Hello! Meg a... Köszönöm szépen a követéseket, Horus és Csalex. Csalex. Denton, nem tudom, hogy lesz. Azt sem tudom, hogy délután lesz a stream, srácok, délre megyek Pfizerrel oltatni, másodikan. Bár lehet, hogy még ma nem lesz bajom. Sőt, valószínűleg ma még nem lesz bajom, inkább a holnapi Sims a kérdéses. Pfizer Sims, legjobb. Pfizer Sims. Ja, bocsánat, én itt közben cipőket nézek, de érted, olyat akarok keresni, amire azt mondom, hogy én is felhúzom. Érted? Tehát, hogy... Ó, ez amúgy jól néz ki. Na, itt van ez a cepellő. És válasz méretet. Hát 41-es. Azt mondom, hogy nincsenek olyan nagyok alapjáraton készletem. Resés. Azért... Hát gondolom üzletben biztos, hogy van. Úristen, óriási kisegeres follow alert. Hát már imádom akkor, hát ugye? Az óriási kisegeres... Hazudta a lézer. Bizánci Leviatán. Yes. Most nézem majd ezt a videót. Jakacu közben írta, hogy tegnap kapott Pfizert.
jó neked, az nagyon király, oltassátok be magatokat, mert akkor mehettek helyekre, meg találkozhatunk. Ha van kringéked, akkor miért is ne, a Pfizer péntek. Én csak azért, én azért hívom Pfizer pénteknek, mert most érted, milyen jó. Milyen ötletes. Annyira, annyira jó vagyok. Pfizer péntek. Pfizer péntek. Nekem hiányzik az amerikai rét is, az. Na, az az. Én na, az nekem egyébként kétségbe vonhatatlanul hatamban áll streamet nézni. Örülök neki. Sputnik szombat, adom. Adom. Ja, úgyhogy minden napra egy oltás. Soba beadod az összeset, az általában. Sinopharm szerda. Uff, csodálatosak vagytok. Csodálatosak vagytok. Úgyhogy Sky, szia, jó reggelt. Fáradtak a szemeim. Fáj a szem golyóm. Fáj a szem golyód. Ahogy mozogatom. Lehet, hogy az köze van hozzá, hogy egész nap a gép előtt ülök. Tegnap is. Lehet. Jó, majd kicsit kimozdultam. El kellett vinnem egy kitűzőt, de ja. Amúgy. Egész nap. Moderna Monday, akkor már. Borzasztó. Hogy csináljátok ezt mondani. Nekem a szemem akkor fáj nagyon sokat, amikor már nagyon kellett a szemüveg. És átment ilyen fejfájásokba is, meg minden. És nagyon szar volt egyébként. Aztán azért fájt, mert megkaptam a szemüvegem, és hozzá kellett szoknia a szememnek. Jézusom, azt a pár napot, meg utána még pár hétig azért szüksége volt a szememnek arra, hogy erre így beálljon. Szörnyű. Azok a fejfájások. Halál. Nagyon-nagyon nem jó. Jó, most már jobb. Nyilván, mert most már látok. Olyan jó, hogy így kinézek az ablakon, és így látom a, nem tudom, látom azért, hogy ott van a kéményen, ott van valami. Miért van kémény még ilyen társas házakon? Tudja, hogy nem vizével fűtenek. Kandallóval fűteni. Miért nem? Karácsonykor hangulat. Lehet, hogy egy valaki szerelt ebben. Lehet, nem tudom. Te vágod amúgy, hogy lesz új hegylakó? Film. Nem néztem. Azt hiszem én is elláttam a régi, én csak sorozatot néztem. De lesz nem új, és Henry Cavill fogja játszani. A vajákos. Nagyon pörgetik azt a színészt. Ki az a Henry Cavill? A vajákos. A Vidzsőr. Annak is jön elvileg a második évad, azt hiszem. Ja, azt már be is fejezték a forgatást. Hát már mint, hogy már tegnap ki volt, kirakott a Twitterre posztert. A Netflix vagy a Witcher hivatalos Twitter oldala, vagy mit tudom én. Meg azért várom nagyon az új Peaky Blinders évadot, az utolsó Peaky Blinders évad. Ó, én ezt ami... azt se nézem. Egyébként. Vagy évvégén, vagy kövével. Lepramanó, köszönöm szépen a költést. Halom. Te mi a véleményetek az új autórendszámokról? Ja, én annak nem néztem utána. Az, hogy, azt láttam, hogy az lesz, hogy mi nálunk, nem? Nem mi nálunk, de hogy nem, nem úgy régi óra van hossza. Címer, két betű, három szám. Ja, ránézek, én már láttam. I guess. Na, tegnap megnyitottam. Megnyitottam. Ja, kettő betű, aztán kettő betű, és három szám. Így néz ki. Hát. Igen. Nyilván ez elkerülhetetlen volt, mert egyre több a gépjármű. És akkor... Én Twitteren láttam erről a nagyon jó izéket. Pont! Megnyitom a Twittert, és tegnap ez volt az utolsó megnyitott izém, úgyhogy behozta azt a telexet. De én azt hittem, hogy ez megint, hogy legalább régióra lesz osztva. Hát szerintem még mindig nem igényli azt meg, vagy nem tudom.
Ja, mert ott nálatok is régióra van, Németországban is régióra van. Hát persze, de hát ennek van értelme, vagy hát nem tudom. Nem? Hát nem tudom, nem tudom, hogy függe. Függe attól, hogy mennyi kocsit adnak el régiónként. Vagy nem tudom. Vagy nem. Nem értem. Lehetőség lesz. Azt mondja, hogy legalább 3, legfeljebb 6 folyamatos betűjelből, és legalább 1, legfeljebb 4 folyamatos számjelből, együttesen 7 jelből állhat majd. Ékezetes magánhangzók nem lehetnek benne, számjegyek helyén nem szerepelhetnek, csak nullánk. Akkor most mindenki olyan rendszámot akkor csinál, amit akar? Hát már mint, hogy eddig is volt egyedi, eddig is volt egyedi rendszámtáblára lehetőség. De azt nem akkor adod meg, amikor izé megveszed a kocsit. Azt meg kell külön változtatni, nem? Engem kérdezem, azért még jogsim sincs. Fogalmam sincs. Hát, ha hallottál valakit, aki hallottál. Fogalmam sincs. Azt hiszem, hogy nem, amikor regisztrálod az autót, akkor nem. Amikor láttam ezt a vák rendszámot, gay. Ja, igen, ez onnan jött fel egyébként, hogy ne, ezt most meg kell osztanom, ezen nagyon jót rögtem. Mindjárt megmutatom streambe. Nagyon remélem, hogy működni fog rendesen a... nem. Ó, ott egy R-szerver a háttérbe véletlenül, azt miért nem kapcsoltam ki? Haló? De nem az, mindjárt, mert hogy valaki kirakta izére Twitterre, hogy amúgy ez egy nagyon nagy hülyeség, mert nagyon nem gondoltak bele abba a készítők, hogy milyen betű és szám kombinációk lesznek majd ebbe. Bocsánat, most át foglak téged váltani. Jaj, nem. Így, itt van. De hogy így... Hello. Didi. De most érted? És amúgy igaza van. Tényleg. És tuti, hogy lesz ilyen. Szerintem nem változtathatják ilyenre. Biztos meg tudja, aki szeretné. Kell, a Didi is kell. Tuti, hogy nem lát. Jó, igen, nyilván mossa lehet egyébként szerintem olyanra, aminek van. De amúgy kinézem azt is, hogy véletlenül generál ilyet, és kiadják. Ha valaki nem figyeli, vagy nem érdekli, vagy valami. Ja, meg ugye a taxisoknak, ja. meg a diplomatáknak azt mondom, hogy más lesz a rendszámtáblája ennyi. Illetve a rendszámot elfogadtatni kell? Ó, nem tudom, fogalmam sincs, hogy működik az ilyen. Ja, biztos van neki egy menete, nyilván észszerű keretek között. De az jó, hogy nem lehet benne ékezetes betű. Majdnem elgondolkodtam, hogy tudom, ékezetes számot mondtam, vagy mi. De hogy ékezetes betű nem lehet benne, mert azért nálunk. Ugye ott van a... Várjatok, nem fog eszembe jutni. De hogy lehet benne ékezetes... más a hangzó, mert ugye a szerbe úgy van, hogy a... Nem tudom, tudjátok, a kis V betűk, a Z, a C betűn, meg a kis ékezetek, meg innen. A T, a C, a S, meg ezek benne lehetnek, meg a Z, meg ilyenek. És nagyon szar külföldön parkolni vele. Most már annyira nem, mert most már elfogadják, meg azt mondják, hogy oké. De egy csomószor volt az, hogy itt Szegeden tök nehezen parkoltunk ismerősnek az autójával, mert hogy olyan extra betű volt benne, amit így nem lehetett bevinni a rendszerbe. Aha. Ugye azért szimpel alkalmazáson keresztül szoktunk parkolni. Ezt nem fogadta el, vagy nem bírtad beírni a billentyűzetet? Nem fogadta el. Aha. Addig oké, amíg tudjátok, voltak azok a parkoló szelvények, amiket oda kiraktál a télvédő öz, meg minden. Az az automata adja? Ja, meg lehet menni automatából is, de azt hiszem, hogy oda is be kell.
Jó, elindítottam. Visszatérünk. Visszatértünk. Visszajöttünk. Basszus. Bocsánat, tegnap is becrashelt az OBS-em, amikor volt a izé. Amikor volt a visszaszámláló még akkor. De akkor kiírta, hogy leállt, mert hogy valami baj van. Lehet, hogy újra kell telepíteni. Nekem attól kakált össze magát, hogy tudod, mindig ki szokta dobni, hogy stream elements frissítés, OBS live, stb. És rányomok. Azt ott valamit elkúródott neki, újra kellett raknom. Azt már azóta nem szuper, a streamtek se úgy, ahogy kéne. Szerintem kéne egy gép újra telepítés most már. Nagyon király volt. Streamer stuff. Egy áldalad órán keresztül indítottam el a streamet. Jó volt. Nem tudom miért, bocsánat srácok. Szóval, mit akartam? Ja igen, de amúgy tök jó volt, mert ezzel, amikor, mert hogy volt, hogy büntetést kapott, akkor lehetett reklamálni, hogy... Hát de na, érted, nem bírtam bevinni. Nem bírtad bevinni. Bocsi. Bocsi. Nem bírtam bevinni. Valaki odaírta a Twitteren izét, kimaradt a puki, ha-ha-ha. Hát nagyon sok kétbetűs kombináció van. Kim, Discordon nem vagy ott nekem. Ja, bocsánat. Oh no! Ja, mert én közben megosztom a kis fejemet Alexnak, várjál. Full live. Most már látsz? Most már igen. Király. Igen, bocsánat, ebben most egy kicsit így beleizeltem. Most megzavart, hogy összekresett az OBS-em. Igen, azt ki szoktam zökkenteni az embert, mikor valami van a lecsóba. Tudom én. Ja, szóval ennyit tudok róla. Szia Quincy, ennyit tudok róla. Én még idén fogok valószínűleg Kresszből vizsgázni meg minden, meg a jogsit csinálni, úgyhogy én ezekhez nem értek. Szia, Robin! Öreget! Úgyhogy, hát... Ennyit tudok hozzáfűzni. Ennyi, én sem vagyok nagy kocsiológus, úgyhogy szerintem... Kocsista. Örülünk neki, Robin, örülünk neki. Úgyhogy, ja, de mostanában nem is nagyon mozgok, most így az alvásra visszatérve, és nagyon szarul alszok. Hát gyárnak is közel van hozzá, nyilván. Nagyon kéne mozogni, és most érzem, hogy ma reggel is úgy ébredtem, hogy így fájt a hátam. Sziasztok, ki mi vagyok, 24 éves öreg. Rokkant öreg. De nem, tehát hogy ez nem az van, hogy öreg vagyok, hanem hogy nem mozgok. Ja, ez most a Covid ez betett. Nekem is. Már. De kéne mozogni, meg lehetne itthon is csinálni dolgokat, de... Ne. Örülök, hogy élek, hagyjál. Igen. Amúgy. Szia, Suzu! Ez nem egészséges felfogás. Ja, persze, hát főleg... meg ez nagyon szar az a szék. Tegnap Peti is mondta, képzeljétek el. Tegnap Peti is mondta, vagy tegnap előtt, kedvencem az volt, néztem a streamjét, és így mondta, hogy srácok, nagyon fáj a hátam, léci, küldjetek pénzt, hogy tudjunk venni Kimmel új széket, én sztárrel röhögtem magam. Nem mondom, te csöves. Igen. Az igazi, nem az szabad igazi nagyon csöves. Csak el kell néha inteni, hogy... Hát igen, csak az van, hogy én meg most felmondtam, aztán nem úgy van, hogy csak így azt mondom, hogy a következő Twitch vizumat arra fogom költeni, hogy... Hát ilyen hogy ezért, de amúgy az a helyzet, hogy el lehetne adni. Itthon van ott is egy székünk, bár mondjuk azért kb. Kapok 2000 forintot. De már több, mint a semmi. Meg mindent van még egy-két dolog. Igen, amit így...
amit így el lehet adni. Csak baromira lusták vagyunk egyébként. Ezért bútorok is. Ebből annyira nem kellenek. És ja. Inkább mindent el lehet adni. Mindenre van vevő. Amúgy. Ha más nem pár ezer forintért. Ilyen csak dolgok. Ja. És igazából, hát ezt nem adnám el. De nekem is van egy székem egyébként, amit mondjuk le lehetne cserélni. Az meg egy tök jó ilyen kis jüszkös. Csak akkor azt nem használod? Hát de abba ülök kint. Mert hogy én a nappaliba is szoktam dolgozni. Aha. Amikor, nem tudom, ott rajzolok, meg ilyenek. Ez a tableton rajzolsz, vagy mind? iPad-en. De hogy vagy öreg, friss vagy és mosolygós, 40 éves, 41 éves vagyok, és nem érzem magam öregnek. Ez nagyon jó. Te szellemileg én sem? Folytasd. Testileg. Fizikailag vagyunk szarul, de az azért, mert nem mozgunk. Testpedünk is. Egyébként, ha edzel kicsit, sokkal több energiád lesz. Alex nagyon szar nekiállni, de megéri. Persze, hát ez csodálatos dolog tud lenni. Én nagyon szeretem, meg én táncoltam is. Csak aztán ott volt egy ilyen kis nagyon... Hát még ott februárban egy nagyon szar időszakom, amikor nagyon, nagyon nem volt jó a munkahelyemen, mert nagyon sok stresszel meg szorongással járt, és akkor élesítettünk rendszert, tehát hogy itt nem... Ja, hú, de szar munkahelyem volt, nagyon jó munkahelyem volt, csak nagyon egy olyan időszak volt, meg én akkor nagyon magamra is vettem dolgokat, meg szarul is éreztem magam, és akkor nem jártam táncra, és most meg már mindjárt vége a fél évnek, és nyáron nem szoktak lenni, nyáron tánctáborok vannak, meg minden. És ugye a koreográfiát tanulnak, akkor azt megtanulni, meg bepótolni, meg minden, hogyha nem vagy ott az elejétől, meg csak a végére érsz oda, annak meg már nincs sok értelme. De most majd augusztusban szokott lenni ilyen egyhetes, úgymond intenzív tábor, tréning, cucc, hogy 5 napon keresztül, nem tudom, 5 különböző táncot tanulunk meg. És akkor ezek ilyen workshopok minden nap, úgyhogy ezt már nagyon várom. Nagyon jó lesz! Na jó, hát biztos, hogy ott fog tenni. Nem egyébként tudom jól milyen edzetnek lenni, mert voltam. Ja. Sokkal energikusabb vagy, sokkal... Nyilván itt is beindul a napod, és akkor utána, de ja, tudom, hogy milyen, és pont azért zavar, hogy most nem olyan. Nem. És ahhoz meg... Igen, és ilyenkor van az, hogy ember anya nem elégedett magával, és miért nem csinálod, te bolond, te? Ja, azért amúgy nem is az, Suzu is írja, hogy elkezdeni nehéz, hanem inkább tartani magad ahhoz, hogy rendszeresen mozog. Ja, mert néha így rád jön, akkor elmész, csinálgatod, tudod, így elmész, hú, de jól esett ez a biciklizés, ez a futás, ez az edzés, ez a jóga, ez a bármi. Egyébként nem sokat, mert egyébként és akkor napi egy óra is bőven elég. Hát akkor ezt most minden nap csinálni fogom, és most meg így, fasz, ne nincs és kedvem. Itt van a baj, hogy egyszer elengeded, akkor utána... Igen. Nekem amúgy tök jó volt, mert pont mielőtt elindult ez az egész covidos dolog tavaly, oda költöztünk egy edzőterem mellé az irodával, ugye most a munkahelyemen, az előző munkahelyemen oda dolgoztam, és pont egy edzőterem mellett volt, ahova kaptunk támogatást, mit tudom én, járt nekünk a edzőtermi bérlet, és mondtam, hogy jó, hát akkor az fasza, lejárok majd magamtól futni, meg mit tudom én. Én rájöttem, hogyha én nekem saját magamat kell rávenni arra, hogy én menjek le és csináljam egyedül ezeket a dolgokat, baromira nem fogom csinálni, nekem mondják meg, hogy legyek lent 4:30-ra, és akkor csinálunk valamit, tudod, így izé, és ezért voltak nekem jók ezek a csoportos órák. 4:30-tól 5:30-ig intenzív gerinc torna, vagy aerobik, vagy tudjátok, bármilyen izé. És én nekem az tök jól működött, mert mondtam, hogy jó, akkor dolgozok, és akkor ez heti 2-3-szor. Dolgozok úgyis 4-ig, leérek 4:30-ra,
vagy hogyha még marad munkám, akkor ezt izé utána visszamegyek és befejezem, mert tényleg ott volt így a szomszédban izé az edzőterem. És akkor ez így tök jól működött, kb. Másfél hónapig, és jött a Covid. Hát pedig a COVID már kezdtem helyrejönni. Igen, az tényes való, hogy akkor úgy kialakult egy új helyzet, és nyilván ott a közelünkben meg annyira... Elhagy az ember, pedig nem lett volna muszáj elhagyni, mert tényleg 1001 otthoni edzésforma is létezik, csak nyilván más, tehát más a közeg, meg más az egész, tehát így... És amúgy sokszor az ilyen edzéseken inkább a tényleg a közeg, hogy te is mondod, hogy szívesen bejársz, ilyen csoportos órákra mondják meg, hát hogy nekem, igen, hogy ne nekem kelljen gondolkodni meg, hogy izé, tehát én nekem kéne egy, nekem az is jó, hogyha van egy edzőpartnerem, és akkor azt mondja, hogy mert nem a Peti, mert a Petivel tök különböző dolgokat akarunk csinálni. Igen, csak akkor neked kell, hogy olyan, aki megmondja, hogy igen, hála az égnek, most fog le költözni az egyik barátnőm Pestről, és közel fognak ide költözni, úgyhogy majd tudunk menni, mert ő meg ilyen tökre ilyen kis itt a kis csaj, meg mit tudom én, és ő nagyon szeret biciklizni, úgyhogy majd mondom neki, hogy rángasson el biciklizni. De tényleg nekem az kell, hogy együtt menjünk. Én amikor együtt tanultunk is, nekem valahogy tényleg nagyon fontos ez a csoportos lét. Egyébként, én amikor valakivel együtt tanulok, akkor sokkal jobb. De az a lényeg, hogy nem az, hogy csak úgy tanuljunk együtt, hogy ő teljesen mást, én meg én is teljesen mást, hanem nem csak egymás mellett létezésre. Hanem az, amikor együtt készültünk valakivel vizsgára, ugyanarra a vizsgára, és akkor így tudtunk egymásnak segíteni, mert tudtam tőle kérdezni, megpróbáltunk, hogyha valami komplikált volt, megpróbáltuk a másikkal megértetni, vagy próbáltuk mindketten értelmezni, és nekem az egy fontos, én akkor sokkal könnyebben tanultam egyébként. És ugyanígy van egyébként egy csomó mindennel. Ezért szeretek nagyon egyébként például így streamálni is, hogy valakivel beszélgetek. Uh-huh. Na nekem egyet, ez fontos része. Sok ilyen streamed is van, ahol több emberrel van. Persze, hát megérted, a multiplayer streamek, és én azt is szeretem, amikor egyedül vagyok, tehát ne értsétek félre, mert hogy itt a chat, és tudok velük is beszélgetni, de hogy nekem fontos az, hogy legyenek olyan streamjeim, ahol nem csak én vagyok egyedül, hanem kooperálok valakivel, mert így sokkal jobban tudok. Közösségi társas ember vagy. Igen. Igen. Jaj, bocsánat, közben itt Pézs Mamedve írta, hogy én ma jöttem rá, hogy az, hogy odafigyeltem magamra, ma munkába vettem észre magam, hogy jobban nézek ki abban a passzent pólóban, amit eddig nem mertem felmenni. Ez még csak attól, hogy odafigyeltem a kajára. Ha megkapom a második oltást barátnőmmel, végre mehetünk vissza a fitnessbe, ahova jártunk, úgy hiányzik a TRX. Férfiként elég fura bevallani magam, az agyamnak az a normális, hanem normális az önkép. De ez nagyon sok férfi úgymond szenved ebben. És hogy persze, igen, hogy nekik is valaki jó. Tud, vagy tesz ellene, valaki igen, pedig nem. Igen, igen. Nyilván ez nagyon nagy hatással van tényleg mindenre, amit csinálsz, mert persze, az olyan jó, mindig ott van benned egy kis... valamit, és tök jól áll rajtad, mert tudod, hogy előtte hogy állt rajtad, vagy ez egy olyan póló, vagy egy olyan ruha volt, ami nem így állt eddig rajtad. Vagy az meg tök lehangoló, hogy megnézd, és... Igen, amikor felhúzom azt a nadrágomat, ami egyébként, nem tudom, egy évvel ezelőtt úgy állt rajtam, hogy így egy... elállt tőlem, meg így lecsúsztam. Most meg így full passzol hozzám, én meg így yay! De jó! Nagyon örülök neki! Nekem is megjelent egy kis fókazsír. Aztán, szia Tédeusz! Szociális nyomás nélkül nehezebben veszi rá magát az ember. Szia Péter! Suzu írja, hogy nagyon szerettem táncolni, de őszintén sokkal nyugodtabbnak érzem magam, mióta nem csinálom. Az utóbbi pár évben nagyon kevés kondim volt, ami nem lett volna baj, de szellemileg sokkal jobban megterhelt és lefárasztott, kiakasztott. Csapata jól kijött, amikor beszélgettünk már minden, de legtöbbek hozzáállása, így bevallom, annyira nem hiányzik. Jó, hát nyilván én tudjátok, hogy milyen táncra jártam, mert Suzu, te ezt te ilyen versenyszinten bűvelted. És jaj! Polisztán, Adam! Chickens! Megjöttek a dzsirgék! Kacogókat lesz ki! Hello! Köszönöm szépen a rédet! Sziasztok! Sziasztok!
sziasztok! Hali, hali. Halló! Mi, Fortika volt? Ú, láttam, tegnap is ezt nyomtad. Most amúgy képzeljétek, egy csomó ismerősöm most elkezdett. Vagy újból, vagy most rászokott a Fortnite-ra. Ami tök érdekes, hogy a Fortnite story módja teljesen más, mint az. Teljesen más a hangulata, mint a multiplayernek. Én is benéztem Ádámhoz, és mondom, hogy milyen játszik. Jaja. Nem tudtam rájönni. Jaj, a szezon végig grind. Mondjam úgy, ez na. Fortnite. Hello. Halló, köszönöm szépen a követéseket Bencének és Bucikának. Sziasztok, üdv a bébikék között. Hello, most éppen a Józsi Kenny TV, köszönöm szépen nektek is. Most éppen a heti podcast megy. Heti podcast megy Alexa, szerdánként nála szoktunk podcastelni, igen. De oda is rédáltatták már úgy, hogy tudjátok, de aki nem tudná véletlenül. Az szégyen is gyalázat, hogy a tessék átmenni is. Az csekkolja le Alexet, illetve aki itt volt eddig, csekkolja le, ott ment kis autóba az előbb Ádám. Nagyon király, olyan játékokkal játszik, amikkel én nem szoktam. És hát igen, amúgy. Én ezért szeretem, hogy ilyen kis színesek vagy. Hát, most a Pride Month, szivárvány! Te színes, az tényes való. Tehát így... Jaj, szia Razorra, köszönöm szépen, jó reggelt! Halló. Ja, és... nem mit akarok? Ja igen, és hogy csekkoljátok Ádámot. És neki szokott zenélő streamje is lenni. Szombatonként. Nyomatja a DJ-zést, és annyira király zenék. Úristen, én nagyon-nagyon szeretem azokat a szombatiakat. Nem szoktam beírni. Nem szoktam beírni. De általában ott szoktam lenni, és hallgatom, és partikázok rá. Zseniálisan jó. És egy csomó zenét ismerek, azért jó egyébként. Ilyen kis mindenféle partizós, és nagyon király, mert hogy így azért a karantén alatt nagyon sok mindenkinek... nagyon sok mindenkinek segített ez a dolog, hogy ilyen live mixeket hallgatott meg minden, meg nekem is így. Látjám a chat listán, hogy ki van ott, meg ki nincs. Én viszont anonimusként szoktam néha bemenni, úgyhogy nem látszik. Szombaton? Hánykor van ez? Bekukkantok most már. Héttől. Hazudtam. I guess. Nem tudom. Nekem kidobja. Szombat este 7. Igen, ha, hogy szombat tudtam. Este. Nekem kidobja, na, hogy live-val, én meg oda kattintok, az cső. Most becsekkolok én is, csak hogy lássam most már. Ja, szóval, szombaton hogy nem nagyon szoktam gép előtt közben lenni. Arról volt szó, a sportolásról, meg mozgásról beszéltünk. Azt mondja, Szuzu, amúgy sportolásról, mozgásról beszélünk, de itt tömöm a fejem a McReggel is bacon tojás McMuffinnal, és nem bánok semmit. Ne is tedd, a tojásos, békönös McMuffin, srácok, 10/10, imádom, legjobb reggel ever. Ez tényes fel, hogy ez finom. Nem is kicsit. Aki meg nem kóstolt, annak ajánlom. Ezt vágod meg kibe a toast, az megfordított sajtburgerzsebe? Igen, tudom. És nagyon szeretem a izét is, azt a megtoastot, amikor csak sajtot meg békönt raknak közé, és az annyira király. Békönös toast. Ja, hányit csináltam? Nagyon finom. Nagyon szeretem azt a műanyag sajtot. Az a helyzet. De Vucci, köszönöm szépen neked is a követést. Amúgy ez nyelv, magában is nagyon finom. Nagyon jó. Volt, hogy nem figyelt a főnök, akkor én is behúztam tőle. R6, köszönöm szépen. Benéztél, ja, szia. Ja, csináltam turpiságokat. Hogy jól vagyunk. Azt mondja, eszek mindenki. Itt a Zabkeks! Szia Zabkeks! A Megfarm a best. Megfarm. Ezt kell mondjam. Tudom, mikor 4 húst raksz bele. Jó, de hát magadnak igen. Ó, csináltam egy olyan Megfarmot magamnak egyszer, hogy nem bírtam becsukni a dobozt. Na azóta jó. Mindenből duplát tettem bele. Zsömléből nem. Szűrjét nézett van. Mi anyag sajt a harmadik nevem? Helyes. Helyes. Hát igen, Szuzu megtelti, hogy ilyeneket teszik. Nem is tudom, olyan lapkos sajtot nem is lehet kapni a boltban, ami remek is. Vannak de ezek az... a műanyag sajtok. Igen, ezek a toast sajtok. De ez cheddar.
Nem is nagyon láttam még ilyen tószos csodás sajtot a boltba. Hát, lehet venni amúgy szerintem, csak... Az lett a valószínűleg drágább. Szia, Dávid. Hát ja, úgyhogy... nem tudom. Ádám Pocs Magyarország. Szabvex! Szerintem Ádámnak van elég izéje, hogy kiváltsa itt rád a T.O.-t. Na, úristen, de nem is érezni, nem is érezni, nem, Zabkex-nek azért T.O. az kiár minden streambe egyszer. Szia, Ani anyu! A feszültség lesz a cseten, itt már T.O.-zik mindenki, Jaj, köszönöm szépen közben, Zabkex fiú. Én most már csak Zabkexnek hívom, nagyon szeretem. Azt mondja, Suzu, Lidl-be Zabkex. Ilyen vagy? Az is jó dolog. Hallod a nyög a zsák. Ez abban. Ennyi. Szóval... jó, ma megjött és megkapta, miért jött. Igazából tudjuk, hogy ezért jött. Azt mondja Suzu, Lidl-be szerintem annó volt. Nekem is amúgy az rémlik. És tudom, hogy te azt mondod, hogy izé... Hogy olyan csodáros nem, de hasonló, igen. Quincy azt mondja, hogy Aldiba vett. Aldiba? Spárban meg Lidl-be szokott lenni, ezt mondja Csalax. Mi rendszeresen veszünk itthoni Hambihoz. Én nagyon szeretem azt a műanyag sajtot, de nagyon-nagyon... Én is vettem már sokszor, csak az nem a csodár volt. Tegnap jutalomnap volt, bevásároltunk hazafelé egy gyerekkel kuponnal, plusz 3 Happy Meal, hát bevacsisztunk. Nagyon szeretem a Happy Meal-t. De már olyan tök fos játékok vannak a Happy Meal-ben már. Én tudjátok, hogy mit... Anyway. Szóval... Várjál már olyan nincs, hogy feladjam a T.O.-t. Nincs, de hogyha szeretnétek, akkor igen, akkor rakhatok bajat. Na mindegy, a Happy Meal-be az a legjobb, hogy járnak hozzá, választhatsz hozzá répakarikákat, vagy ilyen virágokat. Esküszöm, én annyira szeretem. Én csak azért, old fel, oljam fel. Jó van, na. Tudom, hogy jó, majdnem ki... Majdnem kitéóztalak, Suzu. Hát volt olyan izés. Szép. Azt be is húztam. Van az a keddörópos béka, és olyan fagyiszedő volt, meg villa. Tehát ilyen több cucc volt rajta. Fagyikanál villa, mint egy ilyen svájci bicska. Szikem. Hát nem volt rossz. Az mondjuk adta. Azt mondja, csak ilyen hatalomfitoktatásként, hogy tudja hol a... Na, ki kell csapni az, hogy lássák mekkora, ez nem úgy működik. Ja, meg Kacu írja, hogy mikor majdnem minden haverom KFC-ben meg burgerben dolgozott, nem merem felvállalni, mennyi hússal volt több a szendvicsekben, meg az extra desszertek ingyen. Amúgy nekem nincsenek ilyen ismerőseim. Ami amúgy valamilyen szinten jó, mert így akkor nem zabálom magam tele mindenféle gyors kajával, de... Amik ezek veszélyesek egyébként, mert olyan a vezetés, akkor... De amúgy annyira jó mert lenne ezt... néha hárommal több nuggetsot kapni. Ugye? Hoppá! Hoppá! Igen. Kicsit több lehet. Maradhat? Marad. Ja. Nekünk... De te úgyis csak becsukod, nem? És akkor kiadod, azt senki sem nézi, meg tudják. Nem nézi meg senki. Ez a másik. Meg alapján például egy 20-as nuggetset adsz ki, például azt ugye nagyon ritkán rendelnek. Ezt valószínűleg nem másnak fogják odaadni. Ja. Nézi. Meg egyébként, hogyha 20-as nuggetset vesz, az általában friss. Jó, nem csúcsforgalomba, de általában friss, mert ez akkor sütik meg, mert nincsen tárolóba. Nem tartasz annyit szinten, stb. Annak adtam, hogy meg kacifántos dolgok, hogy kapsz biztos friss hamburger, sajtburgert, meg ilyenek. Starbucks. Ne kérjél bele például ketchupot, vagy nem tudom, és akkor biztos, hogy újra csinálják, és akkor frisset kapsz. Bár ketchup nélkül nyilván nem olyan a sajtburger, amilyen csak. Az milyen jó már. Mert azt is szokták csinálni, hogy valamelyik azt csinálja, hogy ugye hát ilyen frissen tartó csúszdába tárolják tudod a szinten a sajtburgereket, és van neki egy uborka nélküli sajtburgert kér, és akkor nem csinál egy újat a csávó, hanem... Nem kiveszi belőle az uborkát. Ó, igen, de hát a szósz az már benne van, úgyhogy muszáj újat csinálni.
Ó, oh, smort. Én tegnap KFC-ből rendeltem, srácok. Én nem tudom. Nem KFC-be dolgozott, az hoztam. Annyira jól esett. Jó. Mert ettem volna KFC-t már pár napja. De ettem volna hambit is már pár napja. Csak kettőt gombóztam, mert ezért grandert vettem. A Kentucky Grandert, abban van a hagymakarika. Megérte az összes pénzt. Ja, meg séket, úristen, én annyira szeretem ezeket a sékeket, hogy azok valami, hát úristen, az nagyon jó. Nagyon szeretem, bocsánat. Nagyon szeretem most ezeket a izéken. Az a baj, hogy oda lehet. Én meg a tojásos. Tojásos. 11-ig van reggeli. Nem 10.30-ig? 10.30-ig? Tud, elég voltam már. Én úgy tudom, hogy 10.30-ig, de a fene se tudja. KFC tök undi, egyszer rendeltem ilyen kosarat, amivel szárnyal, és rajta volt attok a szárnyon. Hát, én... Nem vagyok büszke, de jó esett. Nem az? Amikor nagyon éhes vagy, akkor megeszed a tokot is. Ked Zingburger, szerda KFC, tegnap meg Burger King. De vannak ilyenek, srácok, egyébként. Jó, nyilván nem kell minden nap ezt enni, nekem is azért, mert... Egyébként rendszeresen nem is esik jól. Így, amúgy igen, hogyha már így hozzá vagy szokva, akkor így azért nem ugyanaz. Igen, igen. De... Ritkán nagyon jó be lehet belőle zabálni. De... Úgy ez igaz, ugye? Azt mondja, őszintén, hány másik account van megnyitva Tió esetére? Ja, igen. Zapkexnek van vagy 8 accountja, szerintem. Szombaton megyünk egy kört Pestre. Lendületben lesz egy Freja. Ez nem tudom micsoda. A Freja. És Pattaj. A Pattajt azt tudom. Freja? Az akkor van viking étterem, nem? Nem tudom. Hát van Freja. Edge, sima nem opera, mekkora. De jó, nyilván néha jól esik. Nekünk azért amúgy abból a szempontból jó, mert a Peti anyukája főz nekünk, és... mert hogy egyébként is főz magának előre, úgyhogy most annyival több kaját csináljon, hogy nekünk is legyen. Nem tudom, ez ilyen anyuka dolog szerintem. Annyira nem gázadsz amúgy, mert... Menő croissant szendvicsek, nekem a mi Pest, és nekem nagyon izé, az a Bite Bakery, ott lehet venni a világ legjobb ilyen fahéjas, kakaós, meg ilyen csigáit, mert mascarpone és öntet van rajta, és ilyen fosztós kalács, nem az a tipi kakaós csiga tészta, az a fosztós kalács tészta. Annyira finom, hogy ez valami hihetetlen. Meg náluk nagyon finom, még van ilyen peret szendvics, az is olyan finom, meg a lazacos bagel. Nem is ettem még bagelt. Amúgy. Mondom, hogy foszlósz. A foszlósz kalács. Foszlósz. Betiltják az izét, a műanyag szívószálnak az. Helyes. Milyen szívószálad van? Ez fém szívószál, amihez van egy kis... Aminek van ilyen kis kanárész, ezt a Peti anyukájától kaptuk tavaly előtt karácsonyra még. Ez nagyon beteg, nagyon jó. Nagyon jó. Ez mondjuk 200. Jó, Péter, de az más, mi minden vasárnap járunk, meg egyébként is hétközben is járunk Peti anyukájához. Nálunk meg... De az nálunk viszont az, amikor én megyek haza, mi is főzünk, de nálunk az ilyen családi program egyébként a főzés. Tehát... alusta vagy inni. Használj szívószál. Buktél készítő kanácsodát. És főz nekünk egyébként egész... Hát nem egész hétre, így... Úgyhogy ebédek legyenek, meg ott mi osztjuk azt ember, hogy
megesszük-e a valamelyik ebédet, vagy hát ilyen kaját izé vacsorára, vagy csak ebédekre. De... De jaj, egy kis, oda kell mondanom, figyelni arra, hogy mit eszel. Lebomló szívószál lesz, meg fém szívószál, meg stb. Évek óta fajtott. A nyugatinál van egy esmellette lévő fánkosból megmentünk már, mert az aztán egészséges. Én nagyon ajánlom a bájtot, srácok. Sírsz, annyira jó. A pályaudvari döggiroszos, nem nincs jobb. Az ugye. Mehet bele minden? Mehet. Azért nálunk nem, mert olyan is olyan, mint én, hogy utálja, ha van valaki mellette a konyhába. Hát jó, ez attól függ, mi nekünk ez már ilyen, tényleg olyan szinten családi program évek óta. Meg nálunk az, hogy főzés, az abból is áll, hogy apu rostélyos kint. Tök mindegy, hogy december 16-a van, vagy június 24-e, ő kimegy, ő annyira szeret grillezni, hogy ő megcsinálja. Nem ér, ő kimegy. Ész a kis pálinkáját, úgyis ott van a tűz mellett, forgatja a húsokat, cikizik, és akkor mi is kimegyünk egy kicsit vele, úgyhogy ő ezt szereti csinálni, és szeretek. Nem kell, nálunk a kaja az nagyon ilyen szeretett kifejezés egyébként a családban, mert nagyon szeretünk enni, meg ilyenek, úgyhogy... Nem baj, a kaja finom. Meg mindig jobb, mint kimenni hidegbe horgászni. Még nem is eszel a végén. Mármint, hogy ehhez nyilván megcsinálod, csak hogy ennek nem az a vége, hogy eszel. Ennek legalább az a vége, hogy eszel, és az evés király. Ja, igen, szeretünk enni. Szóval van fém, lebomló üveg, nagyon sokféle szívószál van már. Na én az üveg szívószálakat nem értem. Jó, az oké, hogy lebomló... Ja, nem, lebomló veszőüveg. Azt nem mondom, hogy lebomló üveg az... Igen. Imi. Foszlik. Na mindegy, és az üvegszívószálakat nem értem. Az első pillanatban vágnám el magam vele. Törném össze és vágnám el magam vele. Hát ezt csak nem olyan élesre csinálják, vagy igen? Nem tudom. Csak lekerekítik valahogyan, vagy nem tudom. Ja nem, hanem hogy eltörném és vágnám meg magam vele, nem az, hogy a szélére. Nem hiszem, hogy könnyen törik amúgy. Nem hiszem, hogy könnyen törik az azért. Fém csak nem, avval fogják halálra szurkálni egymást a gyerekek, ezzel. Jó, mondjuk bármivel lehet olni, hogyha nagyon szeretnéd. Bármivel. A műanyag villával is. Elvileg ilyen erősített üveg, aminek le van kerekítve mindkét vége. Uh-huh. Igen, mondom, tudom, Csalex. Tudom, van, aki elesett a fém szívószállal és belefejelt. És kiszúrta a szemét. A motori osztálytársam, aki izé, a csavarhúzóba fejed bele, nem is. Nem szeretem. Szóval a Luka fején. Hú, én nagyon-nagyon vizuális vagyok, és én így... szeretem az ének. Az otthonra vehető fém morsható szívószál mai napig kedvenc, csukoltatom, aki kitalálta. Hát szerintem, ha ráharapok, eltörnem. Hát de nem azért van, hogy megedd szívószálat. Én vagyok a csavarhúzón. Hát... Én nagyon szeretem, nekem van, túl sok volt a végső állomás. Mindjárt behozom, megmutatom, én is flexelek, nekem van rose gold szívószálam. Amúgy erről tényleg azért tehet a végső állomás, meg az ilyen hasonló filmek, hogy már mindentől fosol. Hát már abban is minden volt, hogy a csávó edzett, nyomta a gépet, elszakadta, szétverte a fejét, meg ilyen. Úristen, már nem mer semmit sem csinálni. Mindenről van egy horror film, hogy féljé. Volt annól, amikor néztem az Átok című filmet, akkor meg izé volt. Abban meg a kéz kijött a tarkóján a nőnek, mert ilyen képzelődött, milyen izé volt. Most a tusolni sem merjek, hogy most mi van? A henébe. Én tőled is félek, Alex. De most miért mondasz ilyet? Nem is én téóztalak. Nem is tudok, nincs hozzá jogom. Amúgy se tenném meg. Na jó, bizonyos esetekben megtenném. John Wick miatt páncélozva is félelmetes lett. Ugye? Nem, az a Joker miatt lettem úgy félelmetes. Mikor bele tolja az arcát a csávónak. És csak is kizárólag azért nem edzek, mert nem merek. Ugye? Megvan mindennek az oka. Istenem, Zapkex, mit csinálta? Innen látom már bannolásokat. Nem találtam a...
Nem igen? Találtam a villámat. Mert valószínűleg álltam bele valahol, és még nem vittem vissza a konyhába. És ennek a Peti mosogat, meg Peti izé a konyha, úgyhogy... Nem akart kölcsönni? Teaser my stuff. Ezek ilyen... Rendeltem szettet AliExpressről. Egy ilyen kis tartója van. Nagyon király. Van benne egy kanál, egy villa. Fém evőpálcika. Nem tudom. Milyen jó hangja lehet. Egyszer... Mint a rák. De. Hát az azért nem tudom úgy ütköztetni. De hallott szerintem. Nem. Levágja? Lehet, hogy levágja a Discord. Meg a fém szívószálam. Nagyon szeretem. Nekem kettő fém szívószálam van. John Wick miatt cenzúra is. A ceruza. Cenzúra. Milyen cenzúra? Én is csak, és kizárólag azért nem edzek, mert nem merek. Ez így van. A végső állomás miatt. Ne üljél föl izére, hullámvasútra, ne ússzál, ne edzél. Mit csináltak? Nem csúszik le minden a fémelvő pálcikáról? Nem minden. Csak a fele. Ezzel is így... Nem minden, de amúgy igen, amúgy szoktam hozni egy izét. Pet the Kimbo, köszönöm szépen. Gyakorlom ugye a rendes evőpálcák kicsit ugye nyilván milyen fa, meg bambusz, így egy kicsit bordás. Hát igen, de én szeretem ezt a fém evőpálcikámat is, úgyhogy. Ja, de legyetek amúgy... Ja, persze, hát nekem nem is... Már hogy a fa evőpálcika is, nem is tudom ki mondta. Csak érte, hogy az is izé, hát mondom, el lehet mosni amúgy. Mi nekünk rendszeresen volt otthon. Nekünk otthon, mert anyu nagyon szerette a kínai kajákat, és mi amikor jöttünk át Magyarországra, mi mindig ilyen kínai kajátákba mentünk enni. És hoztuk haza azért a falvő pálcikát. És nekünk az volt otthon, egy csomó volt így mindig a izében, mert mi otthon is főztünk kínai kaján. Amit így ettünk. Pálcikával. Azt mondja, én kézzel leszek. Fakadalat se dobálod ki. Abban nincs szálka. Köszönjük, Zapkex. Ez tény. Így. Azt mondja, Sifty. Azt mondja, Sifty. Én fa evő pálcikával se tudok elni, nem hogy fémmel. Hát, ja. De amúgy... De például, meg kell ahogy szokni. Például a kínaiak esznek vele, ugye nekik a rizs az nem pergős, mint nekünk. Ja, nem. Nekik egy dolog például a rizs is. Ugye, össze van állva, szóval ugye azért hát egyszerű benni. A sushi rizs, tésztákat... például az pont az azért, hogy úgy összeragadjon. Ja. Szóval azokat azért könnyen megfogni. Igen. Tökször használható textil zacskót, ami zöldségek hazavidő. Igen, az is nagyon király dolog. Én, amikor nekem, én is szoktam vinni, de amikor elfelejtem, akkor meg azt csinálom, hogy hogy egy zét meg lapátolják a szájukba, igen. Egy olyan műanyag zacskót veszek le, és a végén a pénztárnál pakolom bele a zacskóba. Amúgy külön veszek. Ez nem jutott egy kép, amit tegnap raktam ki a... Hát egyszerre. Ezt kirakom nektek is, nézzétek meg. A rizsevésre jutott eszembe. Jaj, várjatok. Ezt nem fogom tudni megnézni, mert akkor átkapcsolok róla. Abba küldjem be, melyik szobába? Hát mémek? Nem tudom. Mémek? Hát de berakom, nézzétek. Jaj, ez Kim. Ja, ez én vagyok. Én egy igazi mém vagyok. Jöttök már. Ó, alul ez stifti alá. Mindjárt megvan. Ja, rosszokat. Ó, de jó, Suzu, ez nagyon király. Hasznosítsatok újra, az is nagyon jó cucc. Ez a képaj. Nagyon sokat rögtem rajta tegnap. Úristen, hogyha valaki meg szeretné nézni.
Az jöjjön a Discordunkra. Istenem. Lukásnál. Szia Danci, szia Kylo. Nagyon csodálatosak vagytok. Ja igen, szóval, hogy nem tudom, aki most van itt így először, vagy Ádámtól jött, vagy bármi. Nem sikerült a kacsa alá rakni a kukát. Erre nem tudom, mi van a Dancihoz feliratásom, de még van. Várjatok, hol van? Igen. Igen, és kuk. Úr, ott van. Hát, majdnem. Először vagyok itt, és Ádámtól jöttem. Szóval, hogy ezt így szerdánként ezt a podot Alexnál toljuk. Egyébként nálam még hétfőn szokott lenni még egy pod, amit I'm Catpo-val, a Keppo-val nyomjuk, a Keppo, és hát kettel eddig kétszer podoltunk, az első az ilyen össze-vissza volt, a második már volt témája, meg jövő hétre is van már valami kitaláció. Alexa meg így mindenről. Vegyes vágott. Mint most is látjátok, de hát ez csodálatos, mert így... Mert... Nem tudom. Egy igazi reggeli beszélgetés, amikor kávézol, nem tudom, amikor kiülsz a barátaiddal, a koliteraszra, bocsánat nekem, ez, én ehhez tudom hasonlítani ezt a izét. Amikor lementünk a reggeli kávét meginni a kolival a teraszon, cigiztünk, mondjuk, nem fogok rágyújtani, de hogy így, és akkor közben megbeszéltük így a dolgokat. Aztán egyszer csak arra azt vettük észre, hogy már dél van. Akkor megyünk ebédet csinálni. Jó, akkor megcsináljuk az ebédet. Megkajáltunk. Ó, kajakóma. Jó, akkor azért alszok egyet. Utána délután, jó, menjünk már le akkor kávézni. Aztán meg már azt veszed észre, hogy este 6 vagy 7. Ó, akkor lehozom a sört. Eltelik egy nap egyszerűen egyébként. Így. Nem így néztek ki a kolis napjaim. Mondjuk 50%-a. Én nekem úgy nézett ki az adat, amikor... Az egyik 50%-a így nézett ki, a másik 50%-a nem. Azt, hogy nem tudtam bemenni a csütörtöki óráimra, mert... Ja, nekem sem. Még mindig is diplomám. Azt jelentem. De a másik meg abból állt, hogy elmentem dolgozni. Úgyhogy... Meg azért... Úgyhogy... Jaj... Hú... Kolis emléke. Jó, azért a koli az kell szerintem egy ember életében. Nem mindenkinek való egyébként, és egyébként. És de én ezt aláírom. Egyébként. Jaj, de valaki nem tud koliba lenni. Hát valakinek csak szimplán kilépés a komfortzónából. Tehát így nyilván aki nem akar, vagy nem arra való. Hát arra ja. Való. De én szerettem, de hát én nekem ez nem volt egyáltalán gond. Szerintem jót tesz mindenkinek, hogy egy kicsit társasra. Ez azért érzés csak nyaraláskor. Ja, nyaraláskor már reggel 9-kor nyitom a sört, hülye. ott már reggel azzal kezdem. Ki délőt iszik az alkoholista? Nyaraláskor nem. Akkor nem, ez kivétel? Azért már nyaraláskor felkelek reggel. Megreggelizek. Mi mondjuk leginkább eddig anyuékkal mentünk. De én szeretek nagyon anyukámékkal lenni, úgyhogy ez nem ilyen... Nem ilyen degradáló dolog, vagy bármiért. Tehát, hogyha nem akartam volna, akkor nem mentem volna. Én nagyon szeretek anyukámékkal menni nyaralni. Megreggelizünk, lemegyünk a strandra, és akkor már délelőtt isszuk a kis meggyes sört, vagy mit tudom én éppen, ami ilyen, tudjátok, ilyen kis valami light-i. Nem csinálsz semmit. Olvasol. Én oda szoktam mini könyvet. Rendes könyvet, srácok, képzeljétek el. Úristen. És úszok, és napozok, és uff. Úszás közben olvasok. És úszás közben olvasok. Ki van a feje? Meg persze társas strandon. Mi kártyáztunk. Úszás közben. Úszás közben is. De amúgy vannak ezek a plastik kártyák már, ami pont arra való, hogy ha mész strandra, akkor ne lehessen, hogy nem ázik el.
viszás közben. Igen, olyat, Péter. Na, csodálatosak vagyunk. Jó van, én megyek, mert nekem még van még dolgom. Kim az megy, sziasztok. Én megyek, itt hajlak titeket. Mert igen, van még dolgom, aztán meg megyünk megyünk oltatni, oltakozni, ahogy szokták mondani. És és hova menjünk? Nézem ám. Nézed? Tehát a szakértő vagy ezekben a nagyon dolgokban. Nagyon nézem. Kulság, szép napot. Neked is. Való. Átviszlek titeket cucuhoz. A kukujék most krappával. Polgájzoznak. Ó, de rég polgájzoztam már. Amióta kirédzsetetett az a játék, nem volt. Ki az nekem tejet a kávéba? Hát Shifty... Az ilyenekre kell tartani otthon egy embert. Én nem. Jól van. De kávézhatunk aztán együtt. Köszönöm szépen, srácok, hogy itt voltatok. Igazán csodálatos volt ez a mai beszélgetés is. Ahhoz képest, hogy úgy ébredtem reggel, hogy így mondtam a Petinek, hogy én nekem nincs kedvem ehhez a naphoz. Nekem kelleni fog egy kávé. Többet átfújtottam, mint... Igen. De köszönöm szépen. Délután szerintem még lesz stream, mert nem leszek szarul, valószínűleg nem hiszem, hogy olyan gyorsan be fog ütni, bár ki tudja. És valamit switch-en fogunk játszani, de ebben megkapom. Hát olyan egy körül szerintem lesz kezdés. It's gonna be okay. It's gonna be fun. Vigyázzatok magatokra. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Nálam 6 után lesz stream. Alexhoz meg menjetek utána. Hello. Igen, amúgy. Na de, ennyi volt a reklám helye. Show, Potkány TV. Show, ne showzzál be. Alexnál pedig délután 6-tól lesz GTA. Így van. Sziasztok! Sziasztok! Szép napot!